Mihály Gábor koreográfus több mint 40 éve dolgozik a Magyar Állami Népi Együttessel. 1982 és 95 között szóló táncos volt, később karigazgató, művészeti vezető, majd együttes vezető lett. Mihály Gábor az elmúlt években számos nagy rendezvény koreográfusa, szerkesztője, rendezője volt. A Duna karneválok mellett a többi között állami ünnepségek kulturális programjait is jegyzi. Nemzeti ünnepünk alkalmából a legnagyobb állami kitüntetést, Kossuth díjat vehetett át. Mihály Gáborral Kádár Dóra beszélgetett. Elmeséli nekem azt, hogy hogyan és mikor került kapcsolatban néptánccal és a népzenével, különös tekintettel arra is, hogy a Jászságból érkezett, és az ottani örökséget vitte magával, gondolom, tovább. Igen, én jászbérényi vagyok, ott nőttem fel, egyébként egy olyan családból, ahol a hagyományos kultúrának nem volt semmiféle előzménye. Sőt, maga a városban sem nagyon, ez egy elég korán polgárosodott város, amelyik az ilyen típusú hagyományait jól elveszítette. Ez a 70-es évekről beszélünk, született egy párthatározat, hogy egy néptánc együttest kell létrehozni, és erre az én első mesterem, aki Pap Imre volt, aki kémia tanár volt a Lehel Vezér gimnáziumban, ő kapta meg ezt a feladatot, hogy ezt az együttest hozza létre. Nagyon sokat kellett tanulni. Így visszatekintve egy kicsit viccesen azt mondom, hogy amit hétvégén tanult a budapesti továbbképzéseken, azt tanította nekünk. Az ifjúsági csoportban kerültem bele. Egy villámcsapás volt ez, a családom május 1-én Majálison, a Jászberény melletti erdőben töltötte ezt az időt, és én ott sétáltam az ünneplők között, és akkor egy nagyon furcsa zenét hallottam. Közel mentem, és a színpadon, mint utólag kiderült, a Jászsági Népegyüttesnek az első előadás volt. És akkor hát ez egy ilyen villámcsapás volt a számomra, és amikor én szeptemberben a Lehel Vezér gimnáziumnak lettem az első éves hallgatója, és bejött a már említett mesterem, hogy ki szeretne az ifjúsági csoportban néptáncos lenni, hát én azonnal jelentkeztem. És ez egy csodálatos időszak volt, ez a táncmozgalom időszaka, és kiváló szervezés, nagyon éles látókörű volt a Pap Imre, azonnal észrevette, hogy ebbe a táncmozgalomba, illetve abba az új koreográfusi szemléletben, amit Tímár Sándor neve fémjelzett, ebben nagyon nagy lehetőségek vannak, úgyhogy Tímár mester a vidéki bázisai között elsőként Jászberénybe jött. Éppen ezt szerettem volna kérdezni, hogy ő akkor tehát nem csak szakmai jó barátságba került önnel, hanem mesterévé is vált egy idő után. Abszolút, mesterem volt példaképem, és aztán, amikor őt kinevezték az Állami Népi Együttes élére, ez a 80-as évek eleje, és egy új együttest akart szervezni, hívta azokat a vidéki tanítványait, akikben látta ezt a lehetőséget, hogy itt az Állami Népi Együttesben profitáncosként is helytállhat, így aztán engem is hívott. Tavaly ünnepi évadot tartott a Magyar Állami Népi Együttes, hiszen születésének alapításának 70. évfordulóját ünnepelte. De egyébként milyen fontosabb szakaszok, állomások voltak, hogyha kezdjük Tímár Sándortól? Talán érdemes még előbbre tekinteni, hiszen 1951-ben Rábai Miklós alapította meg az Állami Népi Együttest. A színpadi néptánc szempontjából az egyik nagy mester, akinek elévülhetetlen az érdemei. Egyébként azt hiszem, ha jól emlékszem, ő volt az első, aki néptánc koreográfusként Kossuth díjat kapott, és azt hiszem, hogy méltó módon. Azután jött valóban Tímár Sándor. Az ön definíciója, saját értelmezése szerint mit jelent a hagyomány? A megismerése számomra egy titkokkal teli kert mélyébe vezető utat jelentette, ahol nem csak csodálatos, hanem önmagamra is találtam. Hiszen nem csak művészet a hagyomány, hanem a mindennapjainkból is hatást gyakorolhat, hiszen azért az a több száz, több ezer éves emberi tudás, amelyik ránk örökülött, azok nagyon-nagyon sok szempontból befolyásolhatják az életünket. Én számomra ez egy, ha lehet ilyet mondani, egy örök szerelem, és ha a szerelmet is próbálnánk definiálni, akkor az valami földön túli boldogságot adó, és talán örök életre szóló elköteleződés. A beszélgetésünk ünnepi, a Kossuth díj átadásának alkalmából, az időszak is ünnepi, hiszen húsvétra készülünk. Tavaly ilyenkor beszélgettünk, amikor készültek a Kivirágzott Keresztfája című előadás
előadás bemutatójára, amely utána nagy sikerrel került műsorra. Mi az, amit most ajánlana a hallgatóknak a repertoárból, illetve a közeljövő programjaiból? Valóban olyan nagy sikerrel ment, hogy a Művészetek Palotájában újra játsszuk ezt, Húsvét vasárnap. A cím szimbolikus és sokat mondó, de egyrészt a krisztusi életút, amely kivirágzott és kivirágoztatja a mi életünket is, de hát arról a virágról is szól, amelyik a hagyományban megjelenik, ez az ünnepkör, amelyik készül persze a megfeszítés drámájára, de hát az utána jövő mindenkori feltámadásra. Amit még jó szívvel ajánlottka a nézőknek, és nem nagyon távolra mutat, ez május elején, hosszú évek után felújítjuk az egyik talán legkedvesebb műsoromat. Ez két dolog miatt van. Egyrészt, hogy nem csak Magyarországon, szerintem nagyon kevés előadás készült a világban, amit csak nők táncolnak, és döntő módon a nőkről szól. Ez a Hajnali Hold című előadás. Ami mellette még azért is nagyon, nagyon fontos a számomra, mert többé-kevésbé az édesanyám életét táncolom el, játszom el, mondjuk el, gyönyörűséggel nevelt a gyerekeit, és átéltem mindazokat a megpróbáltatásokat, amik én azt gondolom, hogy a nők sok része átélt. Mindenki megtalálja benne a maga igazodási pontját. Miközben persze ez az előadás nem csak a nőkről szól, hanem a férfiakról is, hiszen így vagyunk mi ketten, úgyhogy nekem egyik fő üzenete az előadásnak, hogy az a pillanat, ez a hajnali hold, mielőtt felkel a nap, hiszen a nő a hold, a nap pedig a férfi. Kossuth díjjal kitüntetett Mihályi Gábor koreográfussal, a Magyar Állami Népi Együttes vezetőjével Kádár Dóra beszélgetett.